Szeretek egyedül sétálni a városban, nézegetni a történelmi épületeket, miközben a múlton és a jövőn gondolkodom. Például azon, hogy hány millió emberi sors fonódik össze ezeken a tereken, hogy hány száz szerelmes sétálhatott el a Margit-sziget öreg platánfája alatt, vagy hogy hány fiatal virrasztotta át az éjjelt ezen a padon ülve egy üvegporral a kezében, várva a reggeli pirkanatot Budapest felett. Rengeteg izgalmas és szép történet. Mi magyarok szerencsések vagyunk, hiszen egy békés korszakban élhetünk, egy gyönyörű, biztonságos országban. De sajnos ezt nem minden nemzet mondhatja el magáról. A szomszédunkban véres háború dúl, milliók kényszerülnek elhagyni az otthonaikat. Nem értem, hogyha valaki választhat, miért dönt inkább az értelmetlen harc mellett a béke helyett. Számomra felfoghatatlan, hogy egyes politikusok háborúba sodornák a saját nemzetüket. A béke nem magától értetődő, nem természetes, hanem törékeny és könnyen ámuló állapot. Ezért közös felelősségünk, hogy megőrizzük.